Ferenc pápa húsvét hétfői beszédében kifejezte közelségét mindenki iránt, aki érintett az aljas és értelmetlen bűncselekmény által, amelyet Pakisztánban követtek el vasárnap. A Vatikán apostoli palota ablakából szólt a téren összegyűlt hívekhez. Úgy fogalmazott, húsvétot bevérezte egy förtelmes támadás, amelyben sok ártatlan embert, többnyire a keresztény kisebbséghez tartozó családokat, nőket és gyerekeket mészároltak le, akik azért gyűltek össze a parkban, hogy megünnepeljék a húsvét örömét. A katolikus egyházfő újra kiemelte, hogy az erőszak és a gyilkos gyűlölet csak fájdalomhoz és romboláshoz vezet, az egyetlen út a békéhez pedig a megbecsülés és a testvériség. Ferenc pápa a pakisztáni hatóságokat felszólította arra, hogy tegyenek meg mindent a lakosság biztonságának és békéjének visszaállításáért, különösen a legveszélyeztetettebb vallási kisebbségek védelméért. Pakisztánban a muzulmánok vannak többségben, a hindu közösség után pedig a keresztény a legnagyobb létszámú vallási kisebbség. Becslések szerint az országban mintegy 2 millió keresztény él. A március 27-i támadás az egyik legvéresebb, amit a keresztények ellen követtek el Pakisztánban. A világban 1,2 milliárd főt számláló római katolikus közösség feje fohásszal fordult Istenhez, hogy kösse meg az erőszakot elkövetők kezét, akik terrort és halált okoznak. A Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat arra kérte, hogy egy perces imát mondjanak a lahori terrortámadás áldozataiért és azok hozzátartozóiért.